szemét, menj csak szívem. Milyen szép ez a ház. Tetszik? Elena, hadd mutassam be álmaim asszonyát. Jó estét. Melina. Örvendek. Nagyon örülök, hogy megismerhetlek. Aldo, már kezdtem azt hinni, hogy nem is vagy idehaza. Ugyan már, hogy mulasztanám el, hogy megismerjem a mennyasszonyodat? Hadd mutassam be a bátyámat, Melina. Ez Aldo. Igazán örülök, hogy végre megismertelek. Rengeteget hallottam rólad. I didn't hear you leave. I wonder how am I still here. And I don't wanna move a thing. It might change my memory. Oh, I am what I am. I do what I want. But I Fagundu Arana, magyar hangja Cvetkó Sándor, és Janella Neira, magyar hangja Nárai Erika főszereplésével bemutatjuk. A Jágó című filmsorozatok. További magyar hangok. Háda János, Mihály Győző, Kocsis Marian, Orosz Helga, Csernák János, Forgács Péter, Melis Gábor, Boros Zoltán, Koroknai Géza, Cető Roland, Zakariás Éva, Roatis Andrea, Botár Endre, Andrész Kati. Képhajtás. Láttam, hogy beledugtad a fejed a szökőkútba. Rémhideg lehet a víz, még megfázol itt nekem, jól vagy? Hagyj békén. Megértelek. Ha ellopták volna a motorom, és akarnék csacsogni, valószínűleg öngyilkosságon törném a fejem. Te láttad, ki lopta el? Szerzó, mindent lát, ami a környéken történik. Ez tudnélik Szerzó területe, és Szerzó segíthet rajtad. Szerzó, én vagyok. Na és hol van? Először mutatkozz be, mondd meg a neved, aztán kérdezd meg, hogy láttam-e a motorodat. Jágó, Jágónak hívnak. Jágó. Tudod mit, Jágó? Megiszunk egy kávét. Nem és... kérek kávét. Hé, mit csinálsz? Beülünk az irodámba, és segíteni akarok. Ráadásul mozgássérült vagyok. Nyugodj meg, öregem. Megértelek. Megértem, hogy ideges vagy. Nem vagy idevalós, ugye? Azonnal láttam rajtad. Hadd adjak egy tanácsot. Ebben a városban a dzsungel törvényei uralkodnak, érted? Mindenkinek az a legfontosabb, hogy ő életben maradjon bármi áron. Van egy cigit? Nincs cigit? Nagyon helyes, a cigi rákot okoz. Van pár pezót, hogy megígyünk nyugiban egy kávét az irodámban? Van pénzed, vagy nincs? Nehogy elővedd a pénztárcát, hé! Nem sokáig maradna nálad. Tudod, mit mondok? Megiszunk egy kávét az irodámban, és kiagyalunk egy jó kis tervet, hogy visszaszerezzük a motorodat. Neked csak egy dolgod van. Gyere velem. Nem, inkább erre menjünk. Aldo, minden rendben?
Persze, szívem, jól vagyok. Csak egy kicsit meg van lepődve, nyilván nem gondolta, hogy egy ilyen fiatal és gyönyörű nővel jelenek meg, ugye? Lucio, ne hozz zavarba. Ugyan, ne utáskodj, szívem. Lucio igazat beszél. Gratulálok, Lucio. Köszönöm. Hát te, Aldo, nem is gratulálsz? Dehogy nem. El kell ismernem, hogy a menyasszonyod valóban elbűvölő. Ó, köszönöm, Aldo. Ha nem bánjátok, szeretném megmutatni neki a házat. Ha nem bánod, Lucio, nagyon örülnék, hogyha én vezethetném körbe a jövendő sógornőmet. Hát, nekem nincs ellenemre. Te mit szólsz? Miért lenne ellenvetése? Ugye, Melina? Nem, nem, sőt, köszönöm. Menjünk. Menjünk. Menj csak, menj. Elnézést. Persze. Úgy látom, hogy a jövendőbeli feleségem nagyszerűen ki fog jönni a bátyámmal. Luisa, igen? Ma rendkívül fontos nap van, tudsz róla? Persze, mert ma állt a munkába. Nem. Lucio úr magával hozta a jegyesét a családi vacsorára. Úgyhogy szeretném, ha minden tökéletes lenne. Persze. És nem kellene idegeskednünk. Megértette? Természetesen. Jó. Adolfo. Igen, asszonyom. Beszélhetnék magával? Parancsoljon. Üljön csak le. Ah, egy pillanat. Minden rendben, Luisa? Igen, asszonyom, köszönöm. Ha bármi kérdésed van, ne szégyeld, fordulj csak hozzám. Nem, nem, köszönöm, asszonyom, boldogulok. Ah, jaj, édes aranyos rákocskáim, de szépek vagytok. Hiába, mert mind felfalnak benneteket. Istenem! Jövök már! Jó napot! Jó napot, Adolfo úr itthon van. Adolfo úr, igen. Garnél a rákkal dekoltásban. Ez a legújabb divat, tudod? Már is szólok Adolfo úrnak. Köszönöm. Nos, ez a féle hall. Ez a mi hálószobánk, ez pedig az öcsém szobája. Mit keresel itt, Cassandra? Nem vagyok Cassandra, a nevem Melina. Állok némber vagy. Ereszel! Te sem vagy jobb nálam, szívem. Azzal akarsz megvádolni, hogy megcsallak? Igen, megcsallak. Ahogy te is megcsalod a feleségedet. Te nem vagy elég ahhoz, hogy engem rászedj. Hmm. Milyen igaz? Én a te gésád vagyok. A gésád, aki mindig a kedvedben jár, ha arra vágysz. A gésád, aki felvidít, amikor szomorú vagy. A gésád, akinek napról napra tűrnie kell minden gorombaságodat, de ennél sokkal több vagyok. Kedvesem. Nem vagy te senki. És ha az öcsém tudomására hozom, hogy egy szajhát akar feleségül venni, aki nem egyszerült az én ölemben is. Megtudod, mennyit érsz valójában. Azt ajánlom, fontold meg, mit teszel, szívem. Ne butáskodj, mert nagyon megbánod. Fenyegetőzöl? Aldo Sirénit senki se tartja sakban. Legkevésbé egy olyan olcsó ringyó, mint te. Jobb lesz, ha elfelejted az álmot, hogy tisztességes nőként élj. Majd megérted a szavaimat. Aldo! Ne feledd, hogy sokkal több vesztenivalód van, mint nekem. Gondold meg. Nincs mit meggondolnom. Dave, indulj! Jaj, alig várom, hogy előttem legyen egy bögre kávé és egy friss croissant. Szereted a croissant? Szedd a lábad, ilyen tempóban nem érünk oda. De mit csinál? Jól van. Hé! Miért kötik meg az állatokat? Mi több beléd? Húzzunk! Gyere már! Adolfo, hol van a feleségem és az öcsém? Kint a kertben. Ezt a levelet most hozta önnek egy fiatal ember. Köszönöm, Adolfo.
Ha elmondod az igazat az öcsédnek, átadom ezeket a képeket a feleségednek, a fiadnak, az üzlettársaidnak, a médiának, mindenkinek, aki ismer, a befolyásos vállalkozó, a példás férj és apa képe, ami a köztudatban él, egy pillanat alatt szerte foszlik. Neked sokkal több a vesztenivalód. Igazán örülök, hogy ilyen boldog vagy. Minek tagadjam, el vagyok bűvölve. Hát, Melina? Itt vagyok. Nem abban maradtunk, hogy körülvezeted a házban Melinát. De... Áldon nagyon kedves volt, mindent megmutatott. Ez a legkevesebb, Melina. Ez itt az irodám üle. Pipo, hoz két nagy tonikot, meg valami finom harapnivalót. Van pénzed, Celso? Mutasd meg neki a pénzed, kérlek. Pipónak nehéz a sorsa, azért ilyen bizalmatlan. Azért vagyok bizalmatlan, mert gyakran nem fizetsz. A garasos Pipó. Mi van veled, pajtás? Nincs valami rendben idefent, mi? Miért? Szabadon engedted azt a kutyát, beledugtad a fejed a szőkőkúrba, pedig... Hogy szerezheted vissza a motoromat? Körülszimatolok egy kicsit a környéken. Felkutatom a tolvajokat és előkerítjük a motorot. Rendben. De ez pénz kell, készpénz, tudod? Mutasd a pénzed. Nem. Ez semmire nem elég. Azt mondtam, készpénz kell, nem fillérekre gondoltam. De nincs több. Nincs? Nincs. Ez van. Mit tegyünk? De a családomnak van. A családodnak? Igen. A családomnak tényleg van pénze. Komoly? Nagyon sok pénzük van. Igen? Oké, tedd el. Itt a pénzed, mégsem maradhatsz egy fillér nélkül. Figyelj, mit szólsz, elmegyünk a családodhoz, becsengetünk, elmondjuk, hogy mi történt, ideadják a szükséges összeget, és előkerítjük a motorod. Ha? Nem tudom, hol van. Ki? A családom. Hogy nem tudod? Nem tudom. Nem tudod a számokat se? Hogy nem? A vezeték nevüket tudom. És mi a vezeték nevük? Sirénió. 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 Sirénió S-szel? Igen, S-szel. Szerencséd van, tudod? Meglátod, mindjárt megoldjuk az összes gondodat, pajtás. Pipo, a telefonkönyvet. Morena, mondtam, hogy ma dolgozom. Igen, de beszélnem kell veled, nagypapa. De tudod, hogy az úr nem szereti, ha látogatókat fogadunk. Tudom, de ez tényleg fontos. Figyelj rám. Ugye mondtam, hogy találnom kell valami munkát. Igen. Rendben, a mai újságban egyetlen hirdetés jelent meg, ami egyáltalán szóba jöhet, és szerintem ez a te főnököd vállalata. Nézd csak meg. Igen. Sirénió? Igen, ez Áldó úr vállalata. Igen, komolyan? Jól gondoltad. Igen. Nagypapa. Szólnál néhány jó szót az érdekemben, hogy megkapjam az állást? Ne is álmodj róla, miért? Jobb lesz, ha már is elfelejted. Mert Áldó úr nem szívesen alkalmaz külföldieket a cégénél. De akkor te miért vagy itt? Csak háztartási alkalmazottnak vesz fel, másnak nem. De hát ez nem. Diszkrimináció. Mégis őrült ez a pasas, vagy mi? Élet, ne kiabálj, mégiscsak Sirénió égházában vagyunk. Vagy azt akarod, hogy kirúgjanak? Áldó, illendő lenne, ha megvárnád, amíg mindenki szed magának. Ez az én házam, azt csinálok, amit akarok. Matteo. Apa mondta. Minden megfelel, asszonyom. Igen. Megtudhatnám, ki tisztította a rákot? Tiszta föld. Miket beszélsz, az nyilván homok. Ha azt mondom földesek, akkor földesek. Nincsenek megmosva. Csak, ez a rákmerő mocsok. Csak arról van szó, hogy ne amikor... Ne mentegetőzön, Lujza. Elnézést, bocsánat a késésért. Biztosan te vagy, Matteo. Te pedig, Melina. Eltaláltad. Nem is gondoltam, hogy ilyen helyes vagy. Te is az vagy, Lucio. Nagyon jó csaj a barátnőd. De Matteo. Egyetlen Sirénót találtam, az pedig egy befektetési cég neve. Van a családodnak befektetési cége? Az meg micsoda? Hogy nem tudod? Onnan szalajtottak, mi? Az őserdőből. Megemlítettelek bent a cégnél. Igen? És semmi. Leépítések vannak, úgyhogy senkit sem vesznek fel. Ne keseredj el. Miért keserednék el? Úgy nézek ki talán.
Mi történt? Semmi nem történt, nem történt semmi. Hallja, mi a gond? Hagyjuk, nem tudom, minden. Miért? Azért, mert minden balul üt ki, azért, mert mióta Tomásszal szakítottam, semmi sem jön össze. Azért utaztam Iguazuba, hogy felejtsek erre, összeakadok Jágóval ezzel a benszülött vademberrel. Most ide jövök munkát keresni, de nincs semmi. Annyi helyen még nem voltál. Laura, nincs egyetlen olyan állás sem, ahol megfelelnék. Nem olyan egyszerű, és nem árt, ha az embernek vannak kapcsolatai, és tudom, úgy megy oda. Tudom. És? Akkor mi a gond? Semmi, a nagyapám főnökének a cége olyan munkára keres valakit, amihez értek. Megkértem, hogy szóljon néhány szót. Igen? Az érdekemben. Igen? Hát, ha segít. Beszélt a fickóval? Nem. Mert a főnöke a külföldieket nem alkalmazza a cégénél. Hisz ez diszkrimináció. Pontosan. Ezt tanultam, tudom, hogy alkalmas vagyok a munkára, mégsem vesznek fel. Micsoda disznóság. Ezt nem is akarom elhinni. Most mi van? Támadt egy ötletem. Ja, Istenem, a családom már is megszeretett szívem. Úgy látod. Igen, egyértelmű. A bátyád is megkedvelt? A bátyám egy kicsit furcsa volt, de mindegy. A gesztus, hogy körülvezetett téged a házban, engem egészen meghatott. Tetszik a házom? Nagyon. Igen? Mondott valamit? Nem, de nagyon szívélyes volt. Örülök. Végül minden sokkal jobban alakult, mint ahogy reméltük, ugye? Szeretlek. Én is téged. Kívánlak. Én is téged. Imádlak. Én is téged. Várj. Mi az? Ne aggódj miatta. Indulnom kell az orvoshoz. Elkísérlek. Nem szükséges. Letörlöm a rózsát. Szia, szívem. Szia, drágám. Szeretlek. Csak szeretlek. Szeretlek. Mégis mit gondolsz, meddig játszhatod a boldog menyasszony kellemes szerepét, ha? Melina. Megmondom, meddig, ha nem tudod. Addig, ameddig én hagyom. Ez a cím volt megadva. Figyelj, a te helyedben én azért rájuk csörögnék, hogy adjanak egy időpontot, ne? Csörögnél? Telefonon, hogy alkalmas lehet. Nem, semmi szükség rá, nem. Tudom, mit kell tennem, ne aggódj miattam. Biztos? Biztos. Hát jó, te ismered a családod, úgyhogy menj be, én itt megvárlak. Jó, Celso? Mondd. Igaz barát vagy. Miért? Amit értem tettél, köszönöm. Hogyan te is megtetted volna. Figyelj, menj, aztán szerezd meg a pénzt. Előkerítjük a motort, aztán lelépünk, oké? A rendezvény szervezői állásra jelentkezik. Igen, egy pillanat türelmet. Ezt kell kitöltenie. Tessék. Köszönöm. Jó napot! Jó napot! A hirdetésre jött? Uh-huh. Velem fog beszélgetni. José Fernández személyzeti főnök. Morena Gallardo. Szívből örvendek. Régóta várakozik? Nem, csak most jöttem. Remek, mert nem szeretek senkit megvárakoztatni. Uh-huh. Erre parancsoljon, kérem. Nagyszerű. Köszönöm. Uram! Segíthetek valamiben? A tulajt keresem. Mármint Aldo Sirénio urat? Sirénio, igen. Értem. Sirénio úr pillanatnyilag nem tartózkodik az irodájában.
Értem, de fontos ügyben kell vele beszélnem. Megvárom, úgy sincs más dolgom. Természetesen kérem, addig foglaljon helyet. Ezúttal túl messzire mentél, Melina. És ezt mégsem tűrhetem. Tényleg? Igen. Nem hagyom, hogy bárki is rátegye a kezét mindarra, amit hosszú évek alatt felépítettem. Annyi áldozatára. Ó, és mit akarsz tenni? Talán megölsz? Az nem lenne valami okos húzás. Elveszíteném a szabadságom, az életem. Akkor hát? Mennyit akarsz? Nagyon bőkezűen megfizetném, hogyha örökre eltűnnél a családom életéből. Szegény öcséd belehalna? Szegény öcsém így is, úgy is meghal. Mennyit akarsz? Azt az árat nem tudod megfizetni, Aldo. Nincs az a pénz, ami felérne azzal a lehetőséggel, hogy a te vezeték nevedet viselhetem. Nincs az a pénz, ami felérne azzal, hogy a házatokban éljek. Átkozott boszorkány vagy. Átkozott boszorkány. Hozhatok egy italt? Matét. Mátéink, őszintén szólva, nem hiszem, hogy van. De biztos van. Nem, biztos nincs, nem. Nincsen, vagyis nem tudom, van, de szívesen utána nézek. Úgyhogy... Ne fáradjon. Nem, megnézem, és ha nem találok, akkor veszek. Tudja mit? El is készítem. Remélem, találok Matét. Biztosan találok, de ha még sincs, akkor veszek. Szóval New Yorkban dolgozott rendezvényszervezőként. Úgy van. Remek. Mi a gond, Carla? Hozé, ne haragudj rám, de iszonyatosan félek. Mi történt? Odakint vár egy férfi. Sziréni úrra szeretne beszélni. És? Fegyvere van. Ezt hogy érted? Milyen fegyver? Egy ekkora kés van nála, és pervers pillantásokkal méreget. Jól van, nyugodj meg, kitalálunk valamit. Hogy nyugodjak meg, mikor ott ül a padlón, és a késével játszik, és ráadásul Matét akar inni, és olyan erős szava van. Nyugodj már meg, menj vissza szépen a helyedre, kérlek. Szerintem drogos. Hogy drogos? Mariana, bocsásson meg, de hívom kell a biztonságiakat. Persze. Őrség, igen, Fernandez vagyok. Küldj fel pár embert a titkárságra. Van itt egy furcsa fickó, talán drogos. Igen, igen. Azonnal, igyekezzenek! Ebben a városban nincs nyugalma az embernek. Egyetértek. Komolyan mondom, meg tudom érteni a bátyámat, hogy beléd szeretett. Ki ne szeretne bele egy ilyen nőbe? Aki ilyen impulzív, ilyen szenvedélyes. Hatalmas a vonzerőd, kis gésám. Hogy is ölhetnélek meg téged? Látod? Hogyha megölnélek, az felérne egy öngyilkossággal. Te adod vissza az életkedvemet. Ha veled vagyok, mintha új vért öntenének belém. Nem akarlak elveszíteni. Hozzámegyek az öcsédhez. Igen? Igen, akármit is mondasz. Nem tarthatsz vissza. Nem is akarlak visszatartani, szívem. Ellenkezőleg biztos voltam benne, hogy az öcsém egy pénzsúvárnőbe szerelmes. Aki kiszedi belőle az összes pénzét. Nem értelek. Szívből örülök neki, hogy ez a kabzsinő személy te vagy. Így könnyebb üzletet kötni. Üzletet kötni? Mhm. Miféle üzletet? Az öcsém minden vagyonát rád fogja hagyni. Csak hogy velem kitoljon. Ha társulunk egymással, te megtarthatnád a családi vagyon egyik felét.
és enyém maradna a másik fele. Mi az? Sokkal gonoszabb vagy, mint gondoltam. Nem. Nem. Ha társulunk, szabad utat kapsz, kedvesem. Mi több? Szívesen leszek a nász nagyotok. És természetesen állom az esküvő költségeit. Na? Gyerünk, gyerünk, erre! Nem maradhat itt, uram. De én Sziréni úrra várok. Sziréni úr nem tudja fogadni. Á, az a lány azt mondta, hogy itt várjak. Még azt is felajánlotta, hogy hoz egy mátét. Épp az előbb ment ki. Azonnal el kell ön távolítani. Ereszerel. Adja ide a fegyvert! Helyen! Fogjátok meg! Kapitán! Erre, gyerünk! A tegőre rohadt! Ezt nem élte túl! Kisasszony, nem látott egy szőke férfit? Zöld zsakit visel. Nem, nem, senki sem. Gyerünk! Halló? Laura? Merre jársz? A cég igazgatójának irodájában vagyok, de úgy tűnik van itt valami tolvaj, úgyhogy iszonyatos az űrzavar. Mi? Neked nem esett bajod? Nem, nem, jól vagyok. Túl vagy az interjún? Igen, és remekül alakul. Azért hívtalak, hogy csak később érek haza, rendben? Jól van, ne aggódj, itt vagyok a sarkon, éppen csokit eszem. Csörög rám, amikor végeztél. Jól van? Buszillag! Marina! Elnézést a késésért. Sikerült elkapniuk a fickót? Nem, nem, egyelőre még nem, de az egész épületet körülvették, úgyhogy nem lehet semmi probléma. Tényleg sajnos. Á, ugyan, nem érdekes. Jó napot, Fernandez. Jó napot, uram. Az irodájában folytatom le az interjúkat a rendezvényszervezői állásra jelentkezőkkel. Aha. A kisasszony kapta meg a munkát? Morena Gályádó kisasszony az egyik pályázó az állásra. Hadd mutassam be Sziréni úr a cégünk igazgatóját. Szívből örülök, uram. Örvendek, foglaljanak helyet, kérem. Köszönöm. Nos hát, Morena, amint megtudtam tőle, Manhattanben tanult és dolgozott, és több éves rendezvényszervezői tapasztalattal bír. Ez nagyszerű, az Egyesült Államokban. Igen, élt. Hosszú éveket töltöttem ott. Tudja, hogy egy év gyakorlat az Egyesült Államokban 3 itteni évvel ér fel? Nos, igen, ezt nem csodálom. Én valóban több éven át éltem, és folyamatosan dolgoztam New Yorkban. Nagyszerű. Nos, anyagiakról beszéltek már? Nem, uram, még nem. Akkor tegyen egy méltányos ajánlatot a kisasszonynak, és ha elfogadja, mától ő a cég rendezvényszervezője. Megbocsát, uram, de több jelentkező is van. Itt vannak? Nincsen. Nézze, Fernandez, azonnal be akarom tölteni ezt a feladatkört. És a kisasszony meg is érdemli, mert ért hozzá, nagy tapasztalattal rendelkezik. És mert a megfelelő helyen van jelen, a megfelelő időpontban. Ezt nem is hiszem el. De higgye, higgye el. Remélem, elfogadja az ajánlatunkat. Ha így történik, szeretném, ha azonnal elmenne hozzánk. Önökhöz? Mhm. Lépjen kapcsolatba a feleségemmel, hogy megszervezzék az öcsém esküvőjét. Értem. Legalább 100 vendéggel számoljon, és mindenből a legjobbat akarom nyújtani. Remélem, hogy hasznát veszi az amerikai tapasztalatainak. Isten hozta a cégnél. Még nem mondtam igent az ajánlatra, uram. Aldo Sirenio ajánlatát még senki sem utasította vissza.
Remélem, nem ön lesz az első. Jó munkát. Köszönöm. Ha megbocsátanak, fontos ügyben várok valakit. Természetesen, uram. Viszlát. Viszlát, uram. Társultál Aldóval? Igen. Azt mondtad, ura vagy a helyzetnek. Így alakult a dolog. Egyáltalán nem örülök neki, tudod? Azt hittem, hogy miután Lucio kinyiffant, szépen elintézzük azt a két öreget is. Miért beszélsz többes számban? Ha? Megmondtam, hogy ha végeztünk, tudni sem akarok többé rólad. Megkapod a részedet, és mindenki megy a maga útján, úgyhogy hagyj békén. Á, jól van, békén hagylak. De aztán ne gyere nekem, hogy mekkora bajban vagy. Engem ne keresd, csak ennyit mondok. Nyugodj meg, nem kerülök semmiféle bajba. Mégis mit képzelsz? Azt hiszed, Áldó, mindenbe belenyugszik? Tényleg azt hiszed? Még hogy Áldó? Igen, igen, Áldó. Áldó azt csinálja, amit akarok, csak legyen a közelben egy ágy. Tényleg? Azt csinálja, amit igen. akarsz? Nagyszerű, remek. Akkor engem mostantól felejts el. Szerinted ura vagy a helyzetnek, szerintem viszont még nagy bajba kerülsz. Szia! Na végre! Nagyon sokáig tartott. Mi történt? Megmondjam! Mondd! Megkaptam az állást! Mi? Megkaptam az állást! Hogy megkaptad most az állást? Most nem tudom elmesélni. Át kell mennem a főnökékhez, hogy beszéljek a feleségével. Úgy érted, az otthonukba? Igen. Megőrültél? A nagyapád tud róla, hogy Argentinnak adta ki magad. Nem, semmiről sem tud, szegénykém. De mi lesz, ha véletlenül elszólja magát, szegény? Ssss! Laura, erre gondolnunk sem szabad. Jól van, akkor nem mész. Dehogy is nem. De hát meg kell tudnom, mi a feladatom, szükségem van a kocsidra. Pont most. Szépen kérlek. Jól van, majd fogok egy taxit. Köszönöm. Sok sikert. Benne van a sluszkulcs. Köszönöm. Ügyes szia. Légy. Igen, Carla kisasszony. Halló, Adolfo. Sirénio úr kért, hogy mondja meg, hogy a cég új rendezvényszervezője hamarosan megjelenik a házban, hogy beszéljen Elena asszonnyal. Nagyszerű, nagyszerű. A hölgy neve... Várj. Megvan. Morena Gallardo. Morena Gallardo? Úgy van. Most le kell tennem, sok a munkám. Csókollak. Morena. Vajon hogy szerezhette meg azt az állást? Azért hívtalak át, Lucio, mert úgy érzem, négy szem közt kell veled beszélnem. Tessék, Aldo. Köszönöm. Először is. És most őszinte leszek. Tényleg bomba nő a jegyesed. Igazán elbűvölő és tisztességes. Ígyunk. Egészségesen. Elnézést kérek minden megjegyzésért. Úgyhogy, ha jó ötletnek tartod, én szeretném állni az esküvőtök költségeit. Ne, egy szót se, nem kell magyaráskodnod. Mindenről értesültem. Hogy? Csak azt az egyet nem értem, hogy sikerült megszerezned azt az állást. Argentinnak adtam ki magam. Ezt nem hiszem el. Miért nem? Anyám argentina, volt barátom argentin. Na figyelj, mizújs öreg, add a kulcsot és hívj egy taxit, mielőtt esni kezd. Jóságos így. Te rosszabb vagy, mint az anyád. Nem. Komoly erőfeszítéseket teszek, hogy ne legyek olyan. Vigyázz! Önt vette fel a férjem, ugye? Igen, asszonyom. Aha. Egy pillanat. Semmi Morena gond. Gallardo. Szívből örvendek. Örvendek. Adolfo, vigye a garázsba a kisasszony kocsiját, jöjjön velem, kérem. Már is benne van a sluszkulcs. Yeah.
Visszatért a nagymester. Itt vagyok Buenos Airesben. Buenos Aires, az ezüst királynő, Buenos Aires, kedvenc anyaföldem. Jágó, már nem vagy egyedül. A férjem öccse fog megnősülni. Uh-huh. Szeretnénk, ha az esküvője egészen különleges lenne, nem is tudom, valami igazán emlékezetes. Emiatt ne aggódjon, asszonyom, meséspartit rendezek, van tapasztalatom. Ah. A férjem már adott néhány utasítást. Ó, de ostoba vagyok, az ülésem maradt. Megmondaná, hol van a garázs? Ah, persze, erre menjen. Itt végig a folyosón. Köszönöm. Nincs mit. Ki az? Nyissák már ki! Nem kapok levegőt! Nyissák már ki! Magyar szöveg Németh Renáta, hangmérnök Házi Sándor, vágó Derzsi Csilla, gyártásvezető Masol Ildikó, szinkronrendező Hirt Ildikó. A szinkront a Masterfilm digitál műtermeiben a TV Szinkron Kft. Készítette. Esperar